Köszöntöm televíziónk nézőit, Önök a Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Következzenek híreink röviden. M0-ás, vegyes az autósok tapasztalata. Tűzgyújtási tilalom, a szabálysértést pénzbírsággal büntetik. Tanévzárás, bizonyítványosztás a Templomdombi iskolában. Nagy várakozás övezte az átalakított körforgalom átadását, amit a közelmúltban vehettek birtokba az autósok. A csomópont környéke egyik legnagyobb beruházása, amivel kapcsolatban egyre több tapasztalata van a térségben élőknek. Hosszas szervezés és egyeztetés előzte meg a 11-es út és az M0-es csomópontjának átalakítását. A térség közlekedésének megformálása nagy jelentőséggel bír a környéken élők és közlekedők életében. Az új csomópont 288,8 millió forintból épült meg, amelyet hazai forrásból biztosítottak. Az átalakítás során új pályaszerkezet, új töltés, továbbá kopóréteg és új térburkolat épült. A beruházás mellé állt a térség országgyűlési képviselője, Hadházi Sándor is. A körforgalmat használóknak már egyre több a tapasztalata. Mennyire várta már, hogy átadják a körforgalmat, és hogy így rendezettebb körülmények között lehessen utazni? Hát nem sűrűn járok erre. Mondjuk a kaotikus állapot hála Istennek megszűnt. Kicsit furcsa ez a dupla körforgalom, de szerintem ezt meg lehet szokni. Figyelni kell, ennyi. Nagy mértékben érinti a Szentendrén élőket az M0-ás körforgalom áteresztő képessége, ami a turbólámpáknak, a két sávnak köszönhetően javult. Szerintem megkönnyíti. Egyre jobb. Mennyire tartottad egyáltalán szükségesnek, hogy ez megtörténjen? Hát szerintem ez nagyon kellett. Ha jobb lesz, akkor jó lesz. Ez meg a jövő zenéje, ugye? Igen. Jártatok már a családdal, vagy egyedül, úgymond kipróbáltátok már az után? Hát én egyedül, és ideig tetszett. Negatív és pozitív tapasztalatok egyaránt megtalálhatóak az autósok között. Én szerintem biztos, hogy lassabb, mint volt ezelőtt. Mitől lassabb? Miért érzi lassabbnak? Feltornyosodik a lámpa zöld miatt. Ez ezelőtt mindig le tudott fogni a sor. De most nem, most egyszerűen válik a lámpán, utána másik lámpánál, és új forgolódunk be oda. Tehát akkor ezt mondjuk úgyse tudjuk mondani, hogy csak reggel tornyosul fel, hanem egész nap? Hát gondolom, mikor kisebb a forgalom, akkor nem, de az előtt akkor is megfogja nagyon. Ez egy körforgalomnak az van a lényege, pontosan, hogy folyamatos legyen a forgalom, tehát ahogy a forgalom engedi. De itt nem így van, megfog a lámpa, hatalma sorál, és várunk utána. De egy lámpa nem biztos, hogy átengedi, pláne délután aztán végképp nem. Akkor azzal, hogy átadták a körforgalmat és nyugalmat reméltünk, akkor nem hozta meg a várva várt nyugalmat? Biztos nem, akik pláne bejönnek Szentendre felől, ilyen, azok biztos nem. Hatalmas sorok vannak itt. Mi lenne a megoldás Ön szerint? A nullást megcsinálnák már végre. A nullást végig csinálnak. Akkor lenne megoldás. Nem megszokásból közlekedjenek a körforgalomba behajtók. Táblák és felfestések is segítik a helyes irány kiválasztását az autósoknak. A helyi közlekedés borzalmas itt a 11-es környékén. Nekem eddig se volt gondom a körforgalommal, bár vannak olyan idő részei, amikor igazából bejutni se lehet szinte se a nullásra, se az M3-as felé, tehát egy kicsit azért úgy kellemetlen volt több ízben is. Szerinted a körforgalom megadja a megoldást erre? Én nem hinném. Azért nem tudok erre véleményt mondani teljes értékben, mert hogy még ezt én nem próbáltam ki. Szerintem most ki fogom próbálni, hogy mennyivel lett könnyebb a közlekedés. Én első pillanattól kezdve úgy gondoltam, hogy egy más jellegű megoldást kellett volna választani, de aztán lehet, hogy ez beválik, és akkor teljesen tökéletes lesz. De azt elmondhatjuk, hogy annak azért örülsz, hogy keresik a megoldást, és legalább a körforgalom hátha segíti a közlekedést a továbbiakban. Igen, nagyon hiszem, mi a Szentendrei-szigeten lakunk, és ez az egyetlen lehetőség szinte közúton bejutni a belvárosba, úgyhogy nekünk ez egy elengedhetetlen dolog. Hogy akár a nullásra rájussunk, akár kevesebb vagy kisebb legyen a forgalom a belváros felé. A csomópont átadó ünnepségén Hadházi Sándor elmondta, a tömegközlekedés fejlődését is fontosnak tartja, a többi között a szentendrei hívvonal és a szerelvények korszerűsítését, valamint az állomások felújítását is a célkitűzések között említette.
Általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el a földművelésügyi miniszter az erdőkben és fásításokban, valamint azok határától számított 200 méteres körzetben lévő külterületi ingatlanokon. A Földművelésügyi Minisztérium közleménye szerint tilos a tűzgyújtás a kijelölt tűzrakóhelyeken is, mert az erősödő felmelegedés, valamint a szeles és csapadékmentes napok számának növekedése miatt fokozott tűzveszély alakult ki. Hozzátették, a tűzvédelmi rendelkezések, amelyek visszavonásig érvényesek, megszegése pénzbírságot von maga után. Véget ért a 2016-2017-es tanév minden szentendrei oktatási intézményben, míg a múlt hét a ballogásokról szólt, jelenleg a tanévzáró ünnepségek és bizonyítványosztás áll a középpontban. A napokban szembesülhetnek egész éves munkájuk eredményével a diákok, akik az évzárókon vehetik át bizonyítványaikat. Szerda délután a PMK-ban a Templomdombi Általános Iskola diákjai búcsúztatták vidám hangulatban a tanévet. Az évzáró műsort hagyományosan a negyedik osztály készíti. Ők egy kis színdarabbal készülnek mindig, hogy elbúcsúzzanak az alsó tagozattól. Utána következik az én beszédem, majd a jutalomkönyvek átadása, illetve a pedagógus jutalmak, díszoklevelek átadása zárja az egészet. A gyerekeknek körülbelül a harmada feljön a színpadra, és megtapsolják egymást, és elismerik egymást, és izgulnak ezen, a szülők eljönnek, megköszönik a pedagógusok munkáját. Én azt gondolom, hogy itt is érződik az, hogy azért kevesebben vagyunk, mint egy nagyon nagy iskola. Kik kapnak elismerést a diákok közül? A gondolom a jó tanulók és a jó sportolók. Mennyire lehet őket példaként állítani a társaik elé? Van-e egy ilyen célja ennek a jutalmazásnak? Mindenképpen van egy ilyen célja. Az alsósok közül azok vehetik át színpadon a jutalomkönyvüket, akik kitűnő, tehát kiváló tanulmányi eredménnyel és példás magatartással, példás szolgalommal zárták az évet. Felső tagozatban ugye ez már egy picit nehezebb, úgyhogy itt annyi engedményt tettünk, hogy a jeles tanulók is átvehetik, de a példamutató magatartás és szorgalom az feltétel. Az iskola családias jellegének köszönhetően az intézmény vezetője külön szólt beszédében az évfolyamokhoz, az osztályokhoz. Megelevenedett több hagyomány is az ünnepségen, ahol a negyedik osztály műsorát nézhette meg a közönség. Hegyen innen völgyön túl, völgyön innen hegyen túl, volt egy kerek tó. A tó mellett volt egy királyi kastély. Itt élt Östör király, a lányával, Árnyikával. A tanév vége, lezárása minden alkalommal alkalmat ad a visszatekintésre, az elmúlt időszak értékelésére. Egy nagyon izgalmas évet zártunk, szerintem rengeteg külön program volt, rengeteg iskola szintű program volt, és azt gondolom, hogy nagyon sok külön feladatunk is volt. Tehát a gyerekekkel is, hogy helyes irányba tereljük őket, illetve nekik volt rengeteg olyan ötletük, aminek a megvalósításába segítkeztünk. Igazgatóként mi hangzik majd el a beszédben a nyári szünetre a diákoknak? Ó, én nem szoktam a nyári szünetre tanácsokat adni, mert mindig azt kérem a szülőktől is, hogy hagyják a gyerekeket pihenni, hogy feltöltődjenek, hogy azt csinálják, amihez kedvük van. A beszédemet inkább úgy szoktam felépíteni, hogy minden osztályhoz szóljak egy-két olyan mondatot, ami róluk szól. Tehát mind a 8 osztályhoz lesz majd egy-két mondat, illetve hogy mindenképpen fordítok arra figyelmet, hogy a kollégáimnak megköszönjem a segítséget. Amikor itt vége lesz a tanévzárónak, és bezárom az évet, akkor visszamegyünk az iskolába, és minden diák az osztályfőnökétől kapja meg a bizonyítványt. Véget ér a pedagógusok munkája mai nappal? Hát sajnos még nem, majd jövő hét pénteken. Most még beszámolókat írunk, lezárjuk az évet, kirándulunk egy közösset, ahol megbeszéljük a következő tanévnek a körvonalait, és amikor ezzel mind készen vagyunk, akkor megyünk el nyári szabadságra. Nyári napközivel, táborokkal több intézmény is várja diákjait az előttünk álló bő 2 hónapban. Nyári napközivel, táborokkal több intézmény is várja diákjait az előttünk álló bő 2 hónapban.
Nagybánya szellemisége élet újra Ilosvai Varga István festő grafikus emlékkiállításán, ami szombaton, június 24-én 7:30-kor nyílik meg a Ferenci Múzeumi Centrumban. A tárlatot Pap Emese esztéta nyitja meg. A kiállítás 2017. augusztus 27-éig tekinthető meg, 2-től vasárnapig 10 és 18 óra között. Végül a várható időjárásról. Pénteken egy hideg front közelíti meg térségünket, de lehűlést nem hoz. A hajnali minimumok sok helyen 20 fok felett alakulnak, napközben pedig 30-36 fokra van kilátás, de a zivatarokat követően visszaeshet a hőmérséklet. Szentendre ma hírmagazinunkat látták, maradjanak velünk a későbbiekben is, hamarosan a Fókuszban című magazinműsorunk következik. Új adással legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, friss híreket is olvashatnak, és élőben követhetik adásunkat, amit az itt-ott TV alkalmazásokon is elérnek. De csatlakozzanak hozzánk a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!